Az ajaki szennyvíztisztító telepet és a helyi úgynevezett nyomás alatti rendszerű szennyvízcsatorna hálózatot a 90-es évek közepén helyezték üzembe. Az azóta korszerűtlenné vált rendszert és technológiát a modern kornak és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szintűre kellett fejlesztenie a kivitelező cégnek. Ami problémás volt, a 278 darab átemelő a településen, ezt kellett átalakítani a vezérlés technikát, távjelzéssel a meglévő régi rendszert átalakítani GPSR rendszerre és bekötni az üzemeltetőhöz. Dombrád, Ajak, Gyulaháza, Anarcs és Nyírkarász alakította meg évekkel ezelőtt a Felső Szabolcsi Vízi Közmű Beruházási Társulást annak érdekében, hogy az ezeken a településeken tervezett szennyvízközmű fejlesztéseket közös beruházásként valósítsák meg. Az ajaki rendezvényen a nemzeti fejlesztési miniszter kiemelte, a konzorciumi együttműködések az elmúlt években jól működtek, a következő években pedig szintén eredményesek lehetnek. Önmagában egyes kis település meg tudja találni a saját útját, de nagyobb európai uniós forrásokat önmagába lehívni képtelen. Lehet 100-200 ezer eurós támogatásokat lehívni, de ilyen nagyot, mint most jelen esetben egy 4 milliárdos beruházást, ezt nem lehet másképp EU szemmel nézve, csak konzorcium összefogással. Ezért, ha mi azt akarjuk, hogy a 2014-2020-as forrásokat megfelelő szinten lehívjuk, akkor igenis tovább kell vinnünk ezt az együttgondolkodást. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke is azt mondta, a települések társulása fontos lehet a következő években. A TOB-ban is tervezünk, a megyei önkormányzat is partnerséget települési önkormányzatokkal bizonyos célok érdekében, gondolok elsősorban turisztikai fejlesztésekre, közösségi programokra, illetve hát a paktum, a munkahelyi paktum vonatkozásában is azt gondolom, hogy fogunk keresni településeket mi is konzorciális megállapodások érdekében. A Felső Szabolcsi szennyvízelhelyezési és tisztítási projekten belül elsőként a dombrádi beruházás valósult meg, október elején pedig a Gyulaháza központú fejlesztések is befejeződnek, mondta a beruházási társulás elnöke. Kerekes Miklós kiemelte, a több mint 4 milliárd forintos fejlesztés ajaki munkálatai már tavasszal befejeződtek, a próbaüzem után most hivatalosan is átadhatták az ajaki rendszert. Egyik településen önkormányzatának sem és az ott élőknek sem került egyetlen egy fillérjébe sem a projekt, 100% a finanszírozás. 5 település vett részt ebben a programban, Ajak, Dombrád, Nyírkarász, Gyulaháza és Anarcs. Nyírkarász, Gyulaháza és Anarcs településeken egy zöldmezős szennyvízhálózat került kiépítésre, egy közös nagy szennyvíztisztító teleppel. Dombrád városában egy közel félmilliárdos szennyvíztelep rekonstrukció és hálózati rekonstrukció zajlott, itt Ajakvárosban pedig egy 440 millió forint összértékű szennyvíztelep rekonstrukció és bővítés, valamint a hálózaton a szennyvíz átemelő szivattyúk visszajelző, elektronikus visszajelző rendszere épült meg. Az ajaki rendezvényen a fejlesztési miniszter arról is szólt, 2020-ig mintegy 385 milliárd forintot fordítanak majd ivóvíz minőségjavító és a szennyvíz tisztítását segítő beruházásokra.